Szárnyalt az ingatlan piac, a lakásárak még most is felfelé tartanak ország és megye szerte egyaránt. Országos előrelépések, megoldódni látszik a mezőgazdasági idénymunka munkaerő problémája. Tartalmas év. Balkány mintegy 2 milliárd forintos pályázati forrás nyert a település felújítására. Szárnyalt az ingatlanpiac 2017-ben megyénkben is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A legnagyobb hazai ingatlanértékesítő irodáknál átlagosan 10 évvel növekedett a lakásaladások száma. Ősszel volt a legnagyobb élénkülés. Nyíregyházán az újonnan épített társasházi lakások négyzetméter ára 300-320 ezer forint között mozog. A lakásárak folyamatosan felfelé tartanak. A vidéki lakásaladások száma is emelkedett. Az ingatlanos szakma szerint az állami lakástámogatási rendszer egyértelműen hozzájárult a bővüléshez. A megyeszékhelyeken is forgalom növekedéssel számolnak az ingatlan értékesítő irodák ebben az évben. A tranzakciók száma folyamatosan felfelé ívelt, és mind az új, mind a használt ingatlanokat egyre emelkedő árakon tudták eladni. Az egyik piacvezető értékesítő irodánál a tavalyi 135 ezer tranzakcióhoz képest idén 139 ezerre nőtt a lakást cserélők száma. Ezzel zárnak országos viszonylatban, de a megyei mérleg is eredményes. Azok a lakásvásárlók, akik hitelt vettek fel, sok esetben igényelték a csokot is. Az állami támogatás felfelé hajtotta az ingatlan piacot. Leginkább a csok miatt még mindig az új építési ingatlanokat keresik nálunk itt Nyíregyházán, de egyre többet értékesítünk a jó minőségű, de használt, már nem új ingatlanokból. Ezeknek az kell, hogy a legfőbb jellemzője legyen, hogy ne kelljen hozzájuk nyúlni, ne legyenek felújítandók. Addig, amíg 2016-ban inkább a használt lakások iránt volt nagy az érdeklődés, az utóbbi évben az újonnan épülő tégla társasházi lakások szinte a tervező asztalról keltek el. A lakásárak a nagyvárosokban ugrásszerűen tovább nőnek. A fővárosban és a megyeszékhelyeken is még a használt panellakások négyzetméterára sem maradt egy helyben. Ez kivetült az albérlet piacra is. Nagyon kevés albérlet van a piacon, ennek az az oka, hogy ha egy albérlet jól van beárazva és jó helyen van, akkor szinte azonnal értékesíteni tudjuk. Éppen ezért nagyon kevés az, ami most elérhető, és nagyon nagy a kereslet még rá továbbra is. A hazai lakáspiac kedvező irányban változott a fejlesztői, az értékesítői és a vevői oldalon is. A következő évektől azt várják, hogy újabb lakások épülhetnek és megmaradhat az építőiparban az alacsonyabb áfa. Az irodák arra számítanak, hogy a mostani magas árak miatt a használt és kicsit rosszabb minőségű lakások is eladhatók lesznek, ugyanis sokan ingatlanba fektetnek be. Két nagy területen is jelentős előrelépés sikerült elérnie idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Megoldódni látszik a mezőgazdasági idénymunka munkaerő problémája. Már jövő évre vonatkozóan is jelentős számú közfoglalkoztatottat igényeltek a gazdák a megyében. De az országos jégeső elhárító rendszer kiépítése is jól halad, amely 2018 májusától évente 50 milliárd forint termelési értéket tud majd megóvni. Az idén jellegű betakarítási munkák során, főként a nyári és őszi hónapokban, az utóbbi években egyre fokozódott a munkaerőhiány. Az okok között szerepelt, hogy nem voltak megfelelően összehangolva a települések közfoglalkoztatási programjai és a mezőgazdasági idényfeladatok. Ezért a gazdák nem minden esetben számolhattak megfelelő mennyiségű szezonális munkaerővel. Így több esetben is megcsúsztak a betakarítással, például az alma esetében is. Így, ahogy nincsen elég ember, így hátrányokat szenved az, hogy például az almát időben nem tudjuk leszedni, tolódni minden egymásra, és vannak olyan fajták, amiből már csak azért lesz léalma, mert már rég a hűtőházba kellene lenni, de annyi ember nem állt rendelkezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete 2014 óta szeretné hatékonyabbá tenni az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók bevonását a mezőgazdaságba. Idén a tagságtól érkezett észrevételek alapján Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke törvénymódosító javaslatokat nyújtott be. Ezek a mezőgazdasági idénymunka rugalmasabb és teljesebb kiszolgálását is célozták. A törvénymódosító javaslatokat az országgyűlés megszavazta, a változások november 24-én léptek életbe. A jövő évi járás is tart munkamintaprogramokat, a mezőgazdasági munkákhoz, a vegetációs időszakhoz igazítva indítják, és fontos cél a mezőgazdasági idénymunka szezonális munkaerő szükségletének rugalmas kiszolgálása.
már most jelentős számú közmunkást igényeltek a gazdálkodók a megyében. A falugazdász hálózaton keresztül 230 ember napnak, 236 ezer ember napnak számít az, ami igényt lejelentettek. Ez 1100 főnek az egész éves foglalkoztatását oldaná meg, de én szerintem ennek a többszöröse megjelenhetett igényként, mert ez csak a falugazdász hálózaton ment, aki a munkaügyi központba bejelentette ezt az igényt, de nem vette a mi segítségünket igénybe, vagy szaktanácsadóján keresztül tette be, vagy a vállalatnál vannak ügyintézők, akik ezt megtették. A közfoglalkoztatás kérdésének megoldása mellett az országos talajgenerátoros jégeső elhárítási rendszer kiépítésében is jelentős lépéseket ért el idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A beruházás során 984 új talajgenerátort helyeznek el 4 régióban, közülük a tervek szerint Kelet-Magyarországon 275-öt. A rendszer működtetéséhez szükséges szakemberek 2018 elején állnak munkába. A régió központoknak a felépítése már nem fog megvalósulni május 1-ig, de akkor is el fog indulni ez a jégelhárító rendszer, mert már a kamara intézkedett a felől, hogy addig átmenetileg bérelt raktár, illetve bérelt szociális helyiségeket kötött le, hogy erre a 2 hónapra, vagy nem tudni mennyi idő fog eltelni addig, ameddig ezek a beruházások, építkezések befejeződnek. De az ígért vállalás, hogy májusban el fog indulni az egész országban, ez biztos. A jégelhárító rendszer évente 50 milliárd forint mezőgazdasági termelési értéket tud majd megóvni, de a házakat, autókat is képes lesz megvédeni a nagyobb jégverésektől, mégpedig úgy, hogy a talajon elhelyezett generátorból a megfelelő időben ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ami megakadályozza, hogy nagy méretű jégkristályok alakuljanak ki. Tartalmas évet zárt Balkány. A település közel 2 milliárd forintos topos pályázati forrás nyert. Ebből többek között 300 millió forintot kerékpárút kialakítására, további 300 millió forintot pedig bölcsőde építésére fordít az önkormányzat. 1,2 milliárdból pedig már idén elkezdték a szennyvízhálózatot kiépíteni, de a településen számos kedvezményt bevezettek a lakók segítésére. Balkány idén összesen 1,8 milliárd forintos toppos pályázati forrás nyert el. 1,2 milliárd forintból már megkezdték a szennyvízhálózat és a szennyvíztelep kiépítését. Közel 2 éve dolgoznak ezen a projekten, ami most a támogatás segítségével meg is tud valósulni. A fejlesztés jövő év elején fog befejeződni. A toppos forrásból közel 300 milliót kerékpárút építésére fordítanak, ami közel 3 kilométeren Pirit és Balkányt köti majd össze. Hasonló összegben 3 csoportos bölcsödét is építenek jövőre a polgármesteri hivatallal szemben. Azok a beruházások, amelyeket elkezdtünk, azok már évek óta dolgozunk rajta, és évek óta próbálunk erőfeszítéseket tenni ahhoz, hogy ez megvalósuljanak. Nagyon sokan szidják a közmunkát, én büszke vagyok rá a közmunkára. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik közmunkába dolgoznak, és ezt Balkány elsősorban a balkányi lakosok látják, azok az emberek tényleg dolgoznak, és tényleg értéket teremtenek. Idén közmunkából filagória épült a lovaspályára, megújult Balkány belterületi temetője, folyamatosan térköveznek és építik a járdákat. A településnek saját, jól működő tésztaüzeme van, valamint a mezőgazdaság is gazdaságosan működik. Amit megtermelnek, azt nem értékesítik, hanem tartósítják és az üzemi konyhára szállítják. Így rengeteg fogyasztott borsó, befőtt és csalamádé áll rendelkezésükre. Ez azt jelenti, hogy nem csak egészséges zöldségeket fogyasztanak, de a konyha is költségtakarékosan működik. A város csak annyit költ, amennyi pénzünk van. De természetesen mindig igyekeztem a rászorulókat, és igyekszem a rászorulókat támogatni. A már a tavalyi évben is, és ebben az évben is húsvétre is, és karácsonyra is tartós élelmiszercsomagot adunk a rászorultaknak, illetve minden egyes háztartásnak. Ez természetesen annak köszönhető, hogy jól gazdálkodunk. Abból a pénzből gazdálkodunk, és jut erre is pénz, és erre is tudunk adni. Nagyon nagy súlyt fektetek a szociális ellátásra. Én úgy gondolom, hogy a Balkány egy 24 működő tanyával erőteljesen rászorul azok az emberek, rászorulnak a szociális támogatásra. Nem elég a családsegítő szolgálat. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek oda kell figyelni, karácsony előtt vagy húsvét előtt oda kell figyelni. Ez csak stabil, biztonságos gazdálkodás mellett lehetséges.
Idén bevezették a tanévkezdési támogatást is, ami azt jelenti, hogy minden rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerek 10 000 forintos hozzájárulást kapott a tanévkezdéshez. Valamint eltörölték a temetési segélynél a jövedelemhatárt, idéntől mindenki 30 000 forintos támogatásban részesül. Két autó ütközött kedden este Nagykádóban. A Korányi gimnázium előtt egy Nyíregyháza irányába haladó személyautó átcsúszott a szemközti sávba, és összeütközött egy szemből érkező járművel. Az okozó és a vétlen autóban összesen 4 utaztak, őket kórházba szállították. A baleset során mindkét személyautó totál károsra tört. Retro fesztivál várja a szórakozni vágyókat szilveszterkor Nyíregyházán. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további híreit. Az őszi szezonban eddig nem volt visszalépő vagy kizárt együttes a labdarúgó megyei első és másodosztályban, ami az előző évekhez képest mindenképp örömre adhat okot, hiszen eddig szinte mindig estek ki szezon közben csapatok a versenysorozatból. Itt továbbra is teljes létszámmal 16, illetve 48 csapattal várják a bajnokságok a tavaszi folytatást. A megyei harmadosztályban már rosszabb a helyzet, és az utánpótlás együtteseknél is néha akadtak problémák az ősszel. 2018. január 14-én rajtol a Nyírerdő Kupa. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által 5. alkalommal megrendezett felkészülési torna selejtezőinek 6 település ad otthont. A döntőt január 28-án tartják Nyíregyházán. A teremtornára január 8-áig még lehet jelentkezni. Chris Rudy, a Bestiák és az UFO együttes retro slágerei várnak mindenkit a városi szilveszteren, a Kossuth téren. A fellépők este 8 órakor kezdenek, és egészen hajnalig várják az érdeklődőket. 2018 első napján pedig ismét újévi koncertet szerveznek a Continental Arénában, ahol ezúttal az orosz zenéké és életérzésé lesz a főszerep. 2017 utolsó napján hatalmas bulival vár mindenkit Nyíregyháza. A városi szilveszter mindig tartogat valami különlegességet és újdonságot az előző évhez képest. Idén a retro stílus szerelmeseinek kedveznek a szervezők. Minden városi szilveszter egy kicsit más is, akik itt vannak a téren, érzik ezt, megérzékelik ezt. Az nagy öröm a számomra, hogy ez a szilveszteri esemény, ez már annyira benne van a nyíregyháziaknak a szívében, lelkében és a hagyományaiban, hogy mindig nagyon sokan vannak fenn a Kossuth téren. És úgy döntöttünk ebben az évben, hogy egy retro csomaggal kedveskedünk, mert az előző 3 évben nem voltak Nyíregyházán kívüli fellépőink, tehát nyíregyházi zenekarok szolgáltatták a koncerteket, illetve hát a zenei alapot, és most a régi retro világából hívtunk meg 3 olyan csapatot vagy szemét, akik régen benne voltak a magyar zenei életnek az élbolyában. Itt lesz majd Chris Rudy, ő nyitja 10-től a sót lényegében, jön majd a Bestiákból Biz B, és a Tűzi játékért a polgármester úrnak a köszöntője, új búcsúztató és új évnyitó beszéde után 4-1-től majd az UFO fogja zárni ezt az alkalmat. Este 8 órától DJ Hajna alapozza majd a hangulatot, majd 22 órakor Chris Rudy fellépésével kezdetét veszi a retro show. Ahogy már megszokhatták a városlakók, 2018-ban egy különleges újévi koncert követi a városi szilvesztert. Úgy tudnám megfogalmazni az újévi koncertet, hogy reprezentatív, elegáns gálaest, amiben mese és buli is beletartozik. Természetesen egy nagyon szép nyitánnyal kezdünk, ami az egész este az orosz repertoárt részesítjük előnyben, majd az elmaradhatatlan keringő, valamint a balett, ami a diótörőből lesz, egy nagyon szép részlet, és a második részben ugye a mi csodálatos mazsoretteseink, illetve itt a Nyíregyháza Táncklubot és a Primavera a balett együttest is meg kell említenem. A második részben a Bonnie M-nek a világslágerei, Rasputin, Moszkó, és olyan orosz slágerek fognak felcsendülni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas szórakozást fog hozni. Ezúttal új elhelyezésben látható majd az újévi műsor. A fellépőket mindkét lelátóról lehet nézni, és a küzdőtéren is elhelyeznek 500 széket. Az újévi koncertre belépő jegyek elővételben már kaphatóak, 14 év alatt pedig ingyenes a belépés.
Az őszi szezonban eddig nem volt visszalépő vagy kizárt együttes a labdarúgó megyei első és másodosztályban, ami az előző évekhez képest mindenképpen örömre adhat okot, hiszen eddig szinte mindig estek ki szezon közben csapatok a versenysorozatból. Itt továbbra is teljes létszámmal 16, illetve 48 csapattal fordulnak a bajnokságok a tavaszi folytatásra. A megyei harmadosztályban már rosszabb a helyzet, és az utánpótlás együtteseknél is néha akadtak problémák az ősszel. Az őszi szezonban eddig nem volt visszalépő vagy kizárt együttes a labdarúgó megyei első és másodosztályban, ami az előző évekhez képest mindenképp örömre adhat okot, hiszen eddig szinte mindig volt arra példa, hogy szezon közben esnek ki csapatok a versenysorozatból. Így továbbra is teljes létszámmal 16, illetve 48 csapattal fordulnak a bajnokságok a tavaszi folytatásra. A megyei harmadosztályban már rosszabb a helyzet, és az utánpótlás együtteseknél is néha akadtak problémák az ősszel. Sajnálatos azonban, hogy a megye harmadosztályban a legalacsonyabb osztályban felnőtt szinten ismét volt, kettő visszalépő egyesület, illetve kettő egyesületet ki kellett zárni a sorozatos kinemállások miatt. Utánpótlás szinten nincsen még visszalépő egyesületünk, viszont a szomorú, hogy utánpótlás szinten nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol létszámhiányosan álltak ki csapatok, vagy esetleg el sem mentek, tehát egy-két csapat feje felett azért a kardot lebeg, mert a következő kinemállás után már esetleg őket is ki kell zárni, bízunk benne, hogy rendezik télen majd a sorokat az érintett egyesületek. Vaka Árpád szerint jó fél évet zártak a megyei bajnokságok tekintetében, a mérkőzéseket nagyobb problémák és rendbontás nélkül le tudták játszani a csapatok, mindössze egy találkozó szakadt félbe az ősszel. A mérkőzések színvonala pedig természetesen hát attól függ, hogy milyen mérkőzésen voltunk jelen. Én magam is sokszor jártam azért a megyei futballpályákat, láttam nagyon jó mérkőzéseket, láttam kevésbé jókat, de hát ez mindig a csapatok erőssége határozza meg. A megyei első osztályú bajnokságunk azért elég erős, ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy az országos főtáblára jutott Magyar Kupába, az országos főtáblára jutott csapatok közül azért többen is mentek egy-két kört a megyei csapataink közül. Ugye Nagyhalász az első fordulóban ugye nem tudott győzni, de egy NB3-as csapat ellen nagyon sokáig partiban volt. Az Ibrány ugye egy NB2-es csapatot kiejtett, egy NB3-as csapatot kiejtett, a következő magasabb osztályt már nem tudta sényi, mert mindig talpon van, ugye a legjobb 16 között, tehát a sényük halni fekszik. NB2-es, NB3-as csapatokat búcsíztatott, és ott van most a 16 között a Magyar Kupába, ami azt is jelenti, hogy az amatőr kupadöntőt fog majd játszani jövőre Nagykanizsával. A Siti Ferenc irányította Szabolcs-Szatmár-Bereg megye színeit képviselő futballcsapat is helyt állt december első hétvégéjén a megyei válogatottak tornájának északkeleti selejtező csoportjában, a Heves elleni 0-0-ás döntetlennel, a Borsod elleni 2-0-ás vereséggel és a Hajdú elleni 6-0-ás, valamint a Nógrád elleni 4-1-es győzelemmel a második helyen végzett. Sajnos most az elmúlt években azért sokszor volt, hogy az első két helyezettek jutottak tovább a régióból, a 8-as döntőbe, de most csak 4-es döntőt rendezett az MLS, és így csak a csoportgyőztes juthatott tovább. A Borsod megye válogatottja sportszerűen el kell ismerni, hogy valóban jobb volt most. Megérdemelten jutott be a 4-es döntőbe, és ott végül harmadik helyen végzett. Innen is gratulálunk Borsod megyének, nagyon színvonalas meccset játszottunk egymással. Most jobbak voltak nálunk, két évvel ezelőtt mi voltunk jobbak, reméljük, hogy két év múlva megint mi leszünk jobbak. A megyei csapatoknak a téli szünetben erősítésre is lehetőségük lesz. Január 15-én indul az átigazolási időszak télen, és február 14-ig tart, fontos dátumok, és az is fontos, hogy a téli átigazolási időszakban nincsen szabadon igazolhatóság. Ez azt jelenti, hogy csak és abban az esetben tud a alapesetben a játékos klubot váltani, hogyha az a klub, ahol most jelenleg focizott ősszel, aláírja az átigazolási lapot. Tehát azon kívül nem tudnak alapesetben, még egyszer mondom, játékosok átigazolni. Ugye azért mondom, hogy alapesetben olyan játékos, aki már egy éve nem lépett pályára, például vannak ilyen kivételek, ők ugye szabadon tud igazolni, de akik most ősszel játszottak X csapatba, ők Y-ba csak úgy tudnak menni, hogyha az átadó klub elengedi, és az átigazolási lapot aláírják, nincsen más lehetőség, tehát ez nagyon fontos kiemelni. A téli szünetben a megyei bajnokságú csapatainak a pihenés mellett a felkészülésre is lehetőségük lesz. Január 27-e és február 18-a között rendezi meg az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 54 csapat részvételével a nagypályás műfős labdarúgó tornát. 2018. január 14-én rajtol a Nyírerdő Kupa. A Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága által 5. alkalommal megrendezett felkészülési torna selejtezőinek 6 települést ad otthont. A döntőt január 28-án tartják Nyíregyházán. A terem tornára január 8-áig még lehet jelentkezni. Már hagyomány, hogy a 2017-2018-as bajnoki szezon téli szünetében a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága megszervezi a Nyírerdő teremtornát, amelyet már 5. alkalommal rendeznek meg.
A Nyíregyházi kupát már nagyon régóta rendezzük meg, 5. alkalommal Nyíregyházi kupa az elnevezése, előtte más nevet viselt ez a teremtorna. Itt igazából arról van szó, hogy a felnőtt megyei csapatok részére egy ilyen teremtornár felkészülést biztosítunk, 5+1-es szabályrendszerben, tehát kispályás labdarúgó szabályrendszerben, és hát a megyében 6 csarnokban lesznek majd selejtezők, onnan tovább jutnak az első 4 helyezett csapatok a 4 középdöntőbe, és akkor a döntő pedig a 8-as döntő Nyíregyházán kerül majd sor. A selejtezőket január 14-én vívják a csapatok területileg beosztott csoportokban, Csengerben, Nyírbátorban, Újfehértón, Tiszavasváriban, Gyulaházán és Leveleken. A középdöntőt január 21-én, a 8-as döntőt pedig január 28-án rendezik. A Nyíregyházi kupa így pont megelőzi a megyei csapatok számára kiírt nagy pályás műfőes labdarúgó tornát. Január elején már azért találkoznak a játékosok, és ilyenkor egy ráhangolódásképpen azért a terembe szívesebben elmennek még focizni, és egy ilyen csapat összekovácsolás is, meg azért mégis lenne egy kicsit a tétje, így megkezdve a téli felkészülést, ez kiváló alkalom szokott lenni, hogy összecsiszorodjanak a játékosok. A Nyíregyházi kupára január 8-áig lehet jelentkezni az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságánál. A szervezők az első 36 csapat nevezését tudják elfogadni. A kupán próbajátékos szerepeltetésére nincs lehetőség, illetve az egyesületek a tornára maximum 3 olyan labdarúgót nevezhetnek, aki érvényes felnőtt futszál NB1-es, illetve NB2-es játékengedéllyel rendelkezik. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Szárnyalt az ingatlanpiac 2017-ben megyénkben is. A legnagyobb hazai ingatlanértékesítő irodáknál átlagosan 10 évvel növekedett a lakáseladások száma. Ősszel volt a legnagyobb élénkülés. Nyíregyházán az újonnan épített társasházi lakások négyzetméter ára 300-320 ezer forint között mozog. A lakásárak folyamatosan felfelé tartanak. A vidéki lakáseladások száma is emelkedett. Az ingatlanos szakma szerint az állami lakástámogatási rendszer egyértelműen hozzájárult a bűnhöz. Két nagy területen is jelentős előrelépés sikerült elérnie idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Megoldódni látszik a mezőgazdasági idénymunka munkaerő problémája, már jövő évre vonatkozóan is jelentős számú közfoglalkoztatottat igényeltek a gazdák a megyében. De az országos jégeső elhárító rendszer kiépítése is jól halad, amely 2018 májusától évente 50 milliárd forint termelési értéket tud majd megóvni. Tartalmas évet zár Balkány, a település közel 2 milliárd forintos topos pályázati forrás nyert. Ebből többek között 300 millió forintot kerékpárút kialakítására, további 300 millió forintot pedig bölcsőde építésére fordít az önkormányzat. 1,2 milliárdból pedig már idén elkezdték a szennyvízhálózatot kiépíteni, de a településen számos kedvezményt bevezettek a lakók segítésére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 27-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, esővel, hóval. Nyugat felől egy hullámzó hidegfront éri el térségünket, emiatt egyre több felé várható eső, a nyugati és középső területeken havas eső. Az előttünk álló éjszaka általában felhős időt hoz. A köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. A ködös tájakon szitálás várható, majd éjszakára már szorványosan esőre is számíthatunk. Kezdetben a déli, majd estétől a keletire forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég. A nap folyamán több alkalommal lehet esőre, majd havas esőre, a hegyekben havazásra számítani. A délkeleti, majd a nyugatira forduló szél megélénkül, az esti órákban helyenként megerősödik. Délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön egy hidegfront felhőzete borítja be a Kárpát-medencét. Előbb a Dunántúlon, majd másútt is elered az eső, a hegyekben havazásra, estétől nyugaton már síkvidéken is havas esőre számíthatunk. Pénteken eleinte még több felé várható havazás, havas eső, eső, majd estére mindenütt megszűnik a csapadék, és hidegebbre fordul az idő. Szombaton átmenetileg nyugodtabb, de továbbra is hideg idő várható.
Vasárnaptól ismét változékonyabbra, csapadékosabbra, és ezzel együtt enyhébbre fordul az idő.